Sziasztok! Kristóf, kockás ember. Ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Mai adásban egy teljesen új világot hozok el nektek, ugyanis most augusztus 1-ben megjelent a Hide and Side nevezetű kategória, azon belül is rengeteg készlettel, de én most a Boost hoztam el nektek, és azt szeretném bemutatni, illetve az egész Hide and Side világot, hogy hogyan néz ki, hogyan működik. Ugye ennek az érdekessége, hogy a LEGO nyitott a mai mobiltelefonos generációra, tehát ugye mindenki telefon nyomkod, gyerkőcök is, ezért megpróbál meglovagolni, illetve ezzel kicsit közelebb hozni a gyerkőcöket újra vissza a LEGO világába. Ugye a felnőtteknek, vagy hát az idősebb gyerkőcöknek ott van a technik világában a már telefonra irányítható készletek, míg a fiatalabb generációnak ezt a kicsit szitis, kicsit kitalált vonalat hozta el. Az applikációban úgy néz ki, hogy letöltött egy applikáció, ebben az applikációban egy úgymond offline, illetve egy online verzió, ezen kívül lehet gyűjteni feliratkozókat, ami egy kicsit furá hangzik, de valamiért így nevezték el. Lehet mindenféle szellemeket upgrade-elni, meg tehát rengeteg minden van benne. Tehát van egy úgymond online verziója, amikor készlet nélkül könnyedén lehet játszani az applikációval. Itt egy szellemet irányítva kell különböző objektumokat eltalálni, hát valamelynek kijönni belőle az életet. Nyilván kell ezt gyűjteni ilyen trutymó nevezetű lövedékeket, amit a szellem kilő. Míg az online verzióban a megvásárolt készlet segítségével lehet játszani. Itt ugye rendesen a készlet megtalálása után, vagy hát igen, tehát egy valós világban kalózol el, ahol rendesen az összerakott készletet megtalálva lehet játszani, szépen felépíti köré az elképzelt világot. Ott lehet szépen keresni ilyen, hát ilyen trutymónak nevezeti dolgokat, amit itt a különböző szín beszkennelésével lehet megtalálni, aztán lehet szellemeket vadászni, tehát rengeteg opció van, itt mindenképp a készlet a lényeges, sőt még akár, ahogy menekül a szellem, szépen tologatva, tényleg rendes fizikai valójában tologatva a készletet úgy lehet követni, úgyhogy egy jól kitalált, azt gondolom, hogy inkább gyerkőcöknek való játék. Azt talán egy picit zavaró lehet, hogyha csak egyetlen egy készletet vesztek meg a gyerkőcnek, vagy veszel meg, akkor nem tudsz mindent kipróbálni, tehát nyilván vannak újabb-újabb ötletek a készlethez kötetően, de azért nem ugyanaz. Tehát kicsit ilyen, ha valakinek nem jön be ez a világ, akkor nem venne több készletet, csak azért, hogy játszom vele, nyilván nem jön be neki ez, akkor nem is fog vele játszani. Mindegy, ezt rátok bízom. Én az én fejemmel nem vennék ki több készletet, de ezt rátok bízom. Nos, menjünk át inkább a készletre, hiszen azért, hála jó Istennek, azért a LEGO nem ment át teljesen az applikációs és a digitális világban, így analógként is lehet játszani. Ez a készlet is maximálisan játékra van kihegyezve, ami azt akarja, hogy egyrészt a figurák, amik láthatóan a mai fiataloknak az öltözködési divatját követi, ami azért a régi figurákat megnézve nem sűrűn látunk ilyet, illetve mindegyik kezében van egy mobiltelefon, amivel lehet vadászni a szellemeket, tehát nagyon jól ötvözi az applikációt, ahogy te a mobiltelefonnal játszol, és illetve a figurákat, ahogy ő kezükben is ott van a telefon, és ugyanúgy játszanak, tehát nagyon jó ötvezi, nagyon jó kitaláció, hogy nem választotta szét a kettőt, hanem úgymond el lehet képzelni, hogy ezzel a figurával játszol. A busz rengeteg funkcióval bír, egyrészt itt vannak rajta a fegyverek, itt is lehet szépen szint válogatni, tehát ötletes, ugye ezt a hátsót már mutattam. Ezen kívül van erről fegyverünk, amivel lehet lövöldözni, tehát lehet szellemet írtani. Akkor vannak különböző
extra funkciók itt oldalt, amivel ugyanúgy lehet játszani. Ezen kívül hátul ki lehet venni egy teljes úgymond elektronikai bázist, számítógéppel, illetve megfigyelőállással, még akár egy üdítős dobozunk is van itt elől. Nagyon ötletes, nekem nagyon tetszik, hogy ezt így pluszba elrakták, sőt, még egy ágy is van benne. Tehát ez nagyon jól néz ki, nagyon ötletes, nagyon szépen passzol ebbe a buszba, tehát tényleg tök jó. Aztán van nekünk itt építő munkások is, ezzel a WC-vel, ami igen vicces, hogy mélypont egy WC-t tettek ide, de van egy kis, ja, a lényeg, hogy rendesen a WC-kadó megvan benne, de azért, hogyha egy kicsit nem vigyázunk, és akkor itt vannak itt ezek a kis terelő táblák, meg oszlopok, és hogyha ezt egy kicsit így összetesszük, akkor ebből a WC-ből hirtelen egy kis gusztustalan szellem által megszállt kis szörny lesz, aki még hát kakival is tud dobálni, itt ki lehet lőni ezt a kis barna valamit. Ötletes, ügyes, nagyon jól látszik, hogy ezt így készítettel le lehet lövöldözni, tehát el lehet találni. De nem csak a WC tud átalakulni, hanem a két építő munkásunk is. És akkor ahogy össze is raktuk, itt van már is a két szellemünk. Nagyon ötletes, hogy maga a szellemek arca, és van egy fiú és egy lány verzió, nagyon jól néz ki. És akkor lehet őket is üldözni, szépen letámadni, tehát a játék az maximális. Egy apróságot elfelejtettem a figuráknál, hogy van egy nagyon-nagyon cuki kis kutyusunk. Kicsit fura, amiért ilyen átlátszó az alja, de nagyon kis aranyos. Úgyhogy jó játszható, nagyon, az összerakás is élvezetes, jó a színválasztás, sőt nagyon színes a készlet, rengeteg izgalmas szín van benne, jó feltűnő. Azt gondolom, hogy ez leginkább azért az applikáció miatt is ez van benne, ezért néz ki így. Tehát nagyon tetszik, nagyon jól néz ki, tip-top. Itt az egyik építőmunkás kapott két ilyen fúrót, amit hát nem tudok hova tenni, ugyanis nem látszódik az applikációból, hogy ezzel játszana, de jó, legyen. Ezt a fantáziátok bízom, hogy mit tud csinálni ezzel a kis fegyverrel. Nos, én elmondtam mindent erről a készlet, amit szerettem volna. Térjünk át arra, hogy kinek ajánlom, kinek nem. Leginkább gyerkőcöknek, akik egyfolytában telefonjunkodják, nagyon jól ki lehet őket szakítani ebből a világból, illetve egy kicsit vissza is lehet rángatni. Nagyon jó játszható, készlet is nagyon jó játszható, jó összerakni, később se kerül fel a polc, vagy kerül be a többi közé, tehát én azt gondolom, hogy ez hosszú távon is tök jó. Esetleg még lehet azt mondani, hogy a diorámát építőknek is jó, hiszen itt szellemeket lehet kapunk, tehát nagyon jó tudja adni, használni az alkatrészt, illetve hát bár nagy ez a busz, de talán azért be lehet passzírozni egy diorámában, illetve mivel hogy több készlet is van ebben a témakörben, ezért akár össze lehet adni egy külön diorámát is ehhez, úgyhogy nektek mindenki tudom ajánlani. Kinek nem ajánlom? Hát egyrészt a idősebbeknek, például nekem se ad sokat. Se a játék, se a készlet, ötletes a készlet, de ez már ebből én úgy érzem, hogy kicsit kinőttem. Tehát ez inkább a fiatal generációnak való, a applikáció szempontból pláne. Úgyhogy nektek nem. Ezen kívül, akit nem is mozgat ez a világ, az pláne nem. Úgyhogy hát igen, mindenki döntse el maga, hogy rámegy erre vagy sem. Az érveket és az ellenérveket mint hallottátok. Nyugodtan jöhetnek videó alá kommentbe, hogy ti hogy látjátok ezt a készletet, vagy hogy látjuk az egész Hidden Sight világot, nektek mennyire jön be, kíváncsiok rá, hiszen én most csak az én saját szempontomat tudtam elmondani. Ezen kívül, ha bármilyen más gondolatotok van, nyugodtan jöhet videó alá kommentbe, mindig válaszolok rá, úgyhogy bátran. A következő videói pedig mindenkinek nagyon jó pihenést, élvezétek ki ezt az utolsó pár hetet a nyárból, és persze legózást se felejtsétek el. Jók legyetek, sziasztok!